Ha valaki mostanában Beremben kicsit nyitottabb szemmel jár, akkor azért nagy sürgésforgás lát, mindenféle színpadi technikákat láthat, még egyelőre terrautókon. Ez azt jelzi, hogy kezdődik hamarosan a 17. ördögkatlan, és itt a háttérben vannak helyszínek, és azt találtuk ki, hogy egy kicsit megmutatjuk a beremendi helyszíneket. A beszélgetőtársam Juhász Anett, a helyi motor. Igen, tehát hogy ezeket a helyszíneket azért úgy gondolom, hogy szükséges bemutatni, mivel a helyiek azok úgy ismerik, ahogy a helyiek. Tehát ahol most állunk, ez a Kossuth tér, ami a helyieknek tök természetes, viszont az ördögkatlan újság, ugye teljesen más neve van, ott a háttérben látszik, hogy már el van kordonozva, ott lesz az offline tér, az indián tábor. Ezen a részen, ahol állunk, ezen itt lesznek a csillezők, sőt, még lesz egy épített lájeles csillező abban a sarokban, de egy kiállítás lesz. Tehát az offline tér az beremendieknek a Kossuth tér. És igen, 30-án indul a Ördögkatlan Fesztivál, és azt is tudni kell, hogy előtte nagyon-nagyon sok munka van, az, hogy 30-án már minden felépülve, minden szépen, a vendégeket méltóképpen fogadva legyen itt, nem csak a mi településünkön, ugye, hanem a többi más helyszínen is. És ezek a helyszínek attól függ, hogy ugye mi lesz ott megvalósítva, fontossági sorrendben elkezdenek épülni, tehát ezen a héten, kedden kezdődtek el a munkálatok, és innentől kezdve már folyamatosan 30-áig mindig valami helyszínen munkálatok lesznek, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ti nektek eszetekbe jutott az, hogy mutassuk be a beremendi helyszíneket, és egy kicsit segítve ezzel a helyieket is, és az ide érkezőket is. A következő helyszín az nem messze van tőle, sőt, gyakorlatilag egy kicsit nekünk hazai pálya, hiszen az a könyvtár, ami megszűnik ebben az időszakban könyvtár lenni, hanem egy teljesen más funkciót kap majd. Igen, a könyvtár ugye tavaly évben, mivel átköltözött ezek a helyszíneket, beköltöztették ide Beremendre, megkapta a Mentaliget nevet, tehát hogyha valaki az újságban azt látja, hogy Mentaliget, az pontosan egyenlő a könyvtárunkkal. A Mentaligetben különböző workshopok, előadások lesznek, ugyanúgy, mint a évben. Tehát, hogy és nem csak a Mentaliget, hanem ugye Novák Erik, aki tavaly évben a könyvtárunknak a másik felére megfestette az indián tábort, az idén is érkezik hozzánk egy teljesen más projekttel. Szeretne a strandunk részletéből megvalósítani a könyvtár falára egy nagyon szép részletet. Ő fog majd fényképezni, és akkor ezekből a fényképből összeállított kép kerül majd fel a könyvtár másik oldalára, ezzel büszkékedve, hogy talán akik érkeznek Nagyharsány felől, akkor rögtön meglátják könyvtárunkat, de van egy strandunk is, tehát egy kis összekötjük a reklámot. És ez a másik nagyon jó dolog, hogy ismét egy olyan alkotás készül el, ami itt marad, ami emlékeztet minket majd a 17-es ördögkatlanra. Így van, és egy kicsit hadd legyek személyes ebben az ügyben, én ennek nagyon-nagyon örülök. Igen, tehát hogy ez a szépítés a dizájnban is azt gondolom, hogy beleillik a falu képébe. Sokan kérdezték tavaly az indiánokkal kapcsolatban, hogy de most, hogy az hogyan jött és hogyan egyáltalán? Hát úgy, hogy itt az indián rezervátumot ezen a helyszínen létrehozták az Ördögkatlan Fesztivál megálmodói, és akkor így kapcsolódik az. Viszont erről a feléről, ha megyünk arra, ott meg ott van a strandunk, igen. Tehát hogy egy kicsit ilyen átfedéssel történik. Igen. És az indiákról talán még annyit, hogy az fővédnök, aki volt a fővédnök, és sajnálatosan a Mekacset Tamás, ő nagy indián rajongó volt, indián táborokat szervezett a Bakonyban, amik tudomásom szerint a mai napig működnek egyébként. Sőt, most jelenleg is még a fia Andris ott van ebben a táborban, úgyhogy őt majd csak azt hiszem 29-én tudom elérni, hogy pontosan mikor érkeznek az indián sátrak. Közben lassan átsétáltunk és átérünk a település főterére, ami most még csak a település főtere, de egy pár nap múlva gyakorlatilag a beremendi ördögkatlan helyszíneknek a szíve lesz, hiszen itt lesz az információs pult, és minden mellett itt a beremendi főtéren nagyon sok program is zajlik, majd egész pontosan mit lesznek ezek. Igen, tehát a főtér az ugyanúgy, ahogy az előző évben is, ez egy gasztró udvar lesz, ha nevezhetjük így, tehát hogy mindenféle étel és ital majd kapható lesz, édes és sós, és én úgy tudom jelenleg.
És igen, tehát a Szent Mihály templomunk az most már évek óta szerepel. Tehát az volt talán a második olyan helyszín a megbékélés kápolna után, amit nagyon szerettek Dinnyi és Danék, nagyon megszerettek az akusztikája miatt, tehát az opera beavatónak szinte már a fő helyszíne lett ez a katolikus templom. Ugye szembe vele most idén először cirkuszi előadás is lesz a településen, 4 alkalommal este, ilyen délután 6 órakor. Ez átkerült most a piasztérre, tehát az is, amit a főtér, csak éppen a templommal átelembe. Aztán a zarándokház ismét nagy szerepehez jutott, nem csak kiállítások lesznek a kiállítóterembe, hanem a parkolójába ismét az infópult, ami nem csak információs pult, hanem a jegypénztár is egyben, ahol a helyiek és a helyeken kívül, tehát az ide látogatók is a heti bérletet, napi jegyeket meg tudják majd vásárolni. A zarándokház idén is gyerekprogramoknak ad otthont, minden délután 3-tól 6-ig különböző kézműves foglalkozások, bábelőadások lesznek, ilyen kisebb zenekarok, de ezt az, ha meg lesz a katlan füzet, ugye nem sokára, lehet, hogy még a mai napon, akkor az információs részen ugye láthatja mindenki, hogy az ördökatlan ideje alatt minden helyszínen a gyerek előadások az mindenki részére ingyenesek. Tehát aki nem szeretne megváltani heti bérletet, hanem csak a kisgyerekekkel szeretne egy kicsit szórakozni, kicsit a katlan feelinget gyerekmódon átvenni, akkor ide a zarándokházba is, vagy akár a lovaspályára is nagy szeretettel várjuk őket. Azt hiszem, ez egy nagyon szép ajándék egyébként mindenkinek, aki gyerekes anyuka, úgyis a nyári szezonban kicsit néha gondban vannak, hogy a gyerekkel mit csinál. Ez alatt az 5 nap alatt azt gondolom, hogy ez megoldódik, ez a probléma. Igen, tehát hogy ezért is családbarát fesztivál is azon túl, hogy mezitlábas és nagyon szeretjük egymást, és összművészeti fesztivál. Nagyon-nagyon sok részen gondolunk a gyerekekre. Ahol most állunk, azt nyugodtan nevezhetjük, úgyhogy a régi és az új helyszín találkozása, hiszen a rendezvényterem az már évek óta bejáratott helyszíne az Ördökatlannak. Idén sem lesz másképp, lesznek különböző színházi előadások, azonban van egy új tér, amit a beremendiek TSZ irodanként ismernek, az Ördökatlan Petri tér alatt lesz majd látható. Hát nézzük meg, milyen is ez az új helyszín. Szia, Sándor! Gyertek beljem! Mutasd meg nekünk, légy szíves, egy kicsit ezt a teret. A beremendiek úgy ismerik ezt a helységet, mint a TSZ iroda. Na, ez az Ördökatlan ideje alatt lesz a Petri tér. Különböző kiállításoknak, koncerteknek, beszélgetéseknek ad helyszínt, sőt, még lesz egy VR szemüveges szoba is ebben a kicsit romos épületben. A helyiek kicsit el is szörnyűködtek, hogy úristen, hát hogy mire fogjuk tudni ezt mi használni. Pont tökéletes arra, amire mi szeretnénk, vagyis ami nem mi, hanem a Petőfi Irodalmi Múzeum, ők beleszerettek ebbe a helybe, és az a kiállítás, amit ők megálmodtak ide Petri Györgyről, ezért is nevezik Petri térnek ezt a helyet, ezt az új katlan helyszínt, az pont ide illik ebbe az épületbe. Itt látszik az, hogy a normál elme és a művész elme mennyire másként gondolkodik és másként működik, hiszen mi csak romokat látunk, ők meg lehetőséget. Igen, igen, azért ez mindig ebből, hogy az épületnek a romantikája, és hogy hogyan lehetne ezt hasznosítani egy ilyen fesztivál ideje alatt. Ez azért úgy találkozott, és ez szerintem nagyon jól és szépen meg fog valósulni. Sokunk örömére azt gondolom, Beremend az utóbbi években igazán kinőtte magát Ördökatlan ügyileg, hiszen ebben az évben már 13 helyszínen lesznek majd programok. Egy párat már említettünk, most itt meg is be is jártunk, de milyen helyszínek lesznek még? Ugye meg kell említeni a lovaspályát mindenképpen, mert az a Magyar Zeneházának a nagy színpada, de itt megint csak azért, hogy összetudják rakni az emberek fejbe, hogy amikor én azt mondom lovaspálya, akkor az igazából a Magyar Zeneháza nagy színpad, és nem csak a beremendiek részére fontosak ezek az információk. Tehát akkor lovaspálya. A lovaspályán délelőtt gyerekprogram, 11 órakor koncertek, ligetesebb részben lesznek gyerekjátszó részek, és akkor délután este felé 8:30-kor meg a koncertek. Nagy öröm az, hogy ismét nagyon nagy hírű és nagyon-nagyon jó zenekarok érkeznek hozzánk. De ezen kívül még van református templom, ami ismét helyszín lesz ebben az évben is. Hirtelen most nem is tudom, hogy mi az új helyszín, mert annyi féle fajta van, de a 13-ba beletartozik ugye a falu elején, most már évek óta résztvevője a Kovács műhely is, ugye László Iván vezetésével. Az is egy nagyon kiemelkedő és nagyon jó helyszíne az Ördökatlan Fesztiválnak.
belemennek, van egy helyi látványossága, egy strandja, ami nyáron nagyon sok embert vonz úgy egyébként is, és az Ördökatlanon is mindig voltak rendezvények, kisebb rendezvények. Idén mi lesz? Hát idén nagy helyszín lesz a strand. Egyetlen egy koncert lesz, egy nagy koncert, viszont ha úgyis elárulhatom, hiszen ez a napokban ki fog derülni, meg már annyit beszéltünk róla, hogy tavaly, ahogy elkezdődött a komoly zenével, a tánccal, a fáklyákkal egy ilyen kisebb projekt, ezt most így tovább gondolták a rendezők, és egy kicsit így megspékelik, hiszen mindig minden évben újat és nagyobbat szeretnénk. Na, lesz egy nagy színpad, ami a sportmedencének az egyik hosszanti oldalán be fog lógni a vízbe. És ezen a színpadon fog megtörténni komoly zenei koncert. Dinnyi és Dani és Koloncskál lesz ugye itt is megint a két fő elem, akik ezt előadják és elkápráztatnak minket. És este 9 órakor elsőjén lesz ez a koncert, amire azt gondolom, hogy nagyon sok embert várunk. Tavaly is nagyon jól sikerült, nem is gondoltuk volna, hogy ennyire a komoly zenét is nagyon sok ember preferálja és szereti. És akkor ez az idei, ez még nagyobb durranás lesz, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk oda is mindenkit este 9-kor, elsőjén a strandra. Azt gondolom, hogy akkor az elkövetkezendő hét az nagyon-nagyon jelentős lesz, és nagyon-nagyon sok ember fog itt megfordulni Beremenden, és vélhetően viszi Beremen jó hírét ismét. Igen, nagyon sok ember, és nagyon sok jó ember fog megfordulni, mert nagyon szeretjük ezt az egy hetet, akár ha az önkormányzat részéről nézem, vagy akár a Ördökatlan Fesztivál részéről nézem is, mert akkor itt egy picit úgy lelassulunk, egy picit elgondolkodunk azon, hogy lehet ezt egy picit nyugodtabban is megélni ezeket a pillanatokat, és mindenki a reggeli mosolyát felvéve egész estig tartva, és nem stresszel és nem idegeskedik, csak várja a jobbnál jobb programokat. Viszont ezt meg kell mindenképpen említenem, hogy ezek a jobbnál jobb programok nyilván nem jöhetnének létre, hogyha nincsen Kismóni és Bérces László, és az a csapat, aki körülöttük van, akár a technikai részről, akár a legutolsó villanyszerelés, vagy akár az önkénteseknek az összefogása. De ahhoz szükségeltetik, mert hogy ő megálmodja és ide szeretné hozni, az, hogy kell egy önkormányzat. Az önkormányzatban ülő vezetőség, az önkormányzatban dolgozó emberek, azok, akik itt egy hét alatt megmozgatnak nagyon sok tárgyat és nagyon sok energiát beletéve azzal, hogy azok az ideérkezők ezeken a helyszíneken maximálisan jól tudják magukat érezni. Hát azt gondolom, hogy innen is megköszönhetjük nekik, hogy az ő kemény munkájuk révén mi egy olyan élményhez juthatunk, ami akár majdnem egész évben kitart. Kicsit az emlékeinkben mindig visszatér, még később is ez az Ördökatlannak az egy hete gyakorlata. Öt napja egy hete. Igen, ez az öt nap egy hét. Nálunk az öt nap úgy fog zajlani itt Beremenden, hogy ez a Petri tér kezdi 30-án, és 31-én a többi 12 helyszínen a mindenféle programot. És igen, ezek akkora élményt tudnak okozni, hogy kitartanak 360 napig, vagy én szerencsés vagyok, mert mire egy picit is elfelejteném, de olyan nyilván nincs, addigra újra már szervezzük a következő évet, és már jönnek az információ, áradatok és az újabb és újabb kérdések. Úgyhogy én szerelmese vagyok a Katlannak, ezért ezt én mindig újra és újra úgy tudom átélni ezt az egy hetet, hogy nem munka, hanem ez szerelem.